Estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egyöntetően magyar ellenes, az RMDSZ elleni törvénytervezettel állt elő egy liberális és egy szociáldemokrata képviselő. Tervük, hogy 5-ről, a jelenlegi 5-ről 7%-ra emeljék a parlamenti küszöböt Romániában. Közben egy másik új törvénnyel pedig a választási turizmust szabályoznák, csökkentenék, keretek közé helyeznék. Jövőre ugye 4 választást szerveznek Romániában, és ez a fajta szervezkedés talán mondhatjuk, hogy már is elkezdődött. Hogy veszélybe kerülhet-e az RMDSZ parlamenti jelenléte egyáltalán, reális-e az a probléma, hogy megszűnhet-e? Ezen kérdéskörrel indítunk ma este itt a 24 pluszban. És hát sok vendéget köszöntök az idei évadunk úgymond évzáró kiadásában. Itt van elsősorban stúdió vendéget köszöntök, Pataki István, a maszol.ro főmunkatársa. Szervusz István, köszöntelek téged. És hát az online térbe is csatlakoztak hozzánk ma este Csuma Botond, parlamenti képviselő, az RMDSZ képviselőházának frakcióvezetője van itt velünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket. Illetve egy rövid ideig Túrós Lóránc szenátor úr, az RMDSZ szenátusi frakciójának a vezetője is itt van velünk. Jó estét kívánok, Túrós úr. Jó estét kívánok, köszöntöm. Uraim, egy olyan kérdéssel indítanék, amiről már szerintem az érdeklődők olvastak, sokat olvashattak, de mindenképp elgondolkodtató itt. Az 5%-ról 7%-ra való emelés ennek a parlamenti bejutási küszöbnek, ennek a reális veszélye mekkora, hiszen elhangzott ma az is, hogy hát esélytelen, hogy ezt a törvénytervezetet átvigyék és törvény legyen belőle, viszont ma azt látjuk, hogy eddig 15 nemzeti liberális párti politikus és egy szociáldemokrata párti politikus már aláírta támogatóként ezt a tervezetet. Szóval mennyi annak az esélye, hogy ez realitás legyen, veszély legyen? Kezdjük Csoma úrral. Egyértelműen egy magyar ellenes törvénytervezetről van szó. Tulajdonképpen a magyar képviseletet akarják kiszorítani Románia parlamentjéből. Két olyan személy kezdeményezte ezt a törvénytervezetet, ők a fő kezdeményezők. Két Szatmár megyei képviselő, az egyik szociáldemokrata, Rádiuk Krisztescu, a másik pedig liberális, Adrián Kozma, akiket mindannyian ismerünk, nagyon sok sovén, xenofób kijelentést tettek az utóbbi években a magyar közösséggel kapcsolatosan. Egyértelmű a szándékuk. A szociáldemokratáktól Krisztescun kívül senki nem írta alá a törvénytervezetet, a liberálisoknál Kozmán kívül igen. Én el tudom önnek mondani azt, hogy sem a szociáldemokrata párt vezetősége, sem a liberális párt vezetősége ezt nem támogatja, ezt a törvényt. Tehát én minimális esélyét látom annak, hogy ebből a törvénytervezetből törvény legyen Románia parlamentjében. Turos úr, önhöz fordulok ezen kérdéskör erejéig. Ugye azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy nagyon ingoványos talaj a román politika, hiszen az egyességek be nem tartását láttuk itt a kormányalakítási folyamatban is. Ön mit gondol, mekkora a veszélye annak, hogy ez a törvénytervezet törvényerőre léphessen? Én is azt gondolom, hogy minimális az esélye annak, hogy ebből a tervezetből törvény legyen. Nagyon jól ismerem a két kezdeményező úriembert, én Szatmár megyei lévén sajnos szinte naponta találkozom hasonló kezdeményezésekkel, nem csak törvény kezdeményezésekkel, különböző kirohanásokkal, feljelentésekkel, mindent megmozgat ez a két képviselő azért, hogy magyar közösségbe rúgjon, magyar közösség vezetőit lejárassa, és egyáltalán mindent, ami magyar, az tüntessen el a közéletből. Sajnálatos, hogy ők parlamenti eszközzel rendelkeznek, és az is sajnálatos, hogy rajtuk kívül még volt néhány képviselő, aki beállt kezdeményezőként. Azt ugyanakkor én is meg tudom erősíteni, hogy nincs támogatottsága sem a liberális párt vezetőségén belül, sem a szociáldemokrata párt vezetőségén belül ennek a kezdeményezésnek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan próbálkozás, egy a sok közül, amire válaszolni kell, és politikai eszközökkel kell fellépni természetesen. Abban most nem is akarok belemenni, hogy ez önmagában
nem csak arról szól ez a történet, hogy az RMDS-t ki lehet ezzel szorítani a parlamentből, hanem ha megnézzük az Európai Uniós gyakorlatot, akkor azt látjuk, hogy az 5% az a standard, ahová beállt ez a parlamenti küszöb. Volt néhány próbálkozás, nem túl fejlett demokráciákban, legutóbb Törökországban, kb. 20 évvel ezelőtt felvitték a választási küszöböt 10%-ra, ez azt jelentett, hogy csak két párt maradt a parlamentbe, és látjuk most mennyire fejlett demokrácia azóta Törökország. Igen, ugye az európai irány, hogy csökkentik ezeket a küszöböket, nem növelik adott esetben. És te hogy látod, van-e reális okunk arra, hogy féljünk ettől az úgymond lehetőségtől, hiszen ugye itt már nagyon sok mindent láttunk a román politikában, és az, hogy ma a két nagy pártnak a vezetői nem támogatnak esetleg egy ilyen tervezetet, van-e arra garancia, hogy mondjuk egy év múlva nem fognak támogatni? Igen, hát ugye állítólag Kelemen Hunor beszélt személyesen a két pártvezetővel tegnap talán, és biztosították őt a felől, hogy nem támogatják ezt a kezdeményezést, de valóban, ha belegondolunk abba, hogy a kormányváltással, vagy kormányfő csere előtt nem kevéssel lezajlott RMDS kongresszuson, hogyan nyilatkozott, és hogy dicsérték sorban az RMDS-t ugyanazok a pártvezetők, akkor ki tudja. Amiért én is úgy gondolom, hogy ebből nem lesz semmi, az inkább az, hogy egyik pártnak sem érdeke, a PSZD-nek meg végképp nem, hogy az RMDS ne legyen jelen egy fontos, vagy legalábbis egy tényezőként a román parlamentben. Ne felejtsük el, hogy a koalícióknál az rendben van, hogy most van egy ilyen furcsa helyzet, amikor úgymond nagy koalíció van, és nincs szükség RMDS-re. Azért ez egy ritka eset. Meggyőződésem, hogy egészen másképp lesz ez jövő évben, már a következő választások után, ahol már is szükség lehet az RMDS-re, tehát azt gondolom nem fűződik érdekehez, de azért meg fogunk lepődni véleményem szerint azon, hogy mennyien fogják ezt megszavazni, és most nem csak az AUR képviselőkre gondolok, nem csak 16-an fogják megszavazni a kormánykoalíciós képviselők közül. Másrészt pedig olvastam, mert Simionnak, George Simionnak volt egy posztja a Facebookon, és azért azon ugye elmosolyogtam, hogy azt írta, hogy hajrá, Penélé, gyerünk, emeljétek csak 7%-ra, nem fogja Penélé megugorni ezt a 7%-ot. Szóval Penélé egy olyan helyzetben van, amikor hát ilyenekre kényszerül, és egyébként ízelítőt kaptunk a kampányból. Tehát ne legyenek illúzióink, ez a kampánynak egy elég kemény kezdete, ez mutatja, gondoljunk bele, hogy mi lesz majd a Szatmár-Németi, vagy a Szatmár-megyei önkormányzati választásokon, amikor ez a két figura igazán beindítja a magyar ellenes kampányát ott. Igen, ugye itt az RMDS kormányról való kikerülése már eleve felvetette azt a kérdést, hogy számíthatunk erősebb magyar ellenes hangulatra a következő időszakban, és hát lám-lám egyre több ilyen van napi szinten. Még egy kérdés erejéig Túros Lórend szenátor úrhoz fordulok. Szenátor úr, ugye törvénytervezetről van szó, a román parlament törvényalkotójaként, azt látjuk, hogy át kell menjen egy tervezet nagyon sok lépcsőn, amíg törvény erejűvé válik. Önök a szenátusban mivel, hogyan tudják megakadályozni azt, hogy valóban ne beszélhessünk arról mondjuk egy év múlva, hogy már 7%-os a bejutási küszöb. Abban az esetben ugye, hogy itt, ahogy István is mondta, esetleg más pártok képviselői, vagy olyanok, akik még nem vállalták fel, de támogatói lesznek ennek a tervezetnek. Hogyan lehet ezt megakadályozni törvényes módon? A legegyszerűbben úgy lehet megakadályozni, hogy egy parlamenti többség leszavazza értelemszerűen. Az is tény, hogy választási törvényt nem egyszerű módosítani, főleg nem a választások előtti évben, hiszen választások előtt legalább egy évvel, tehát legalább a választások előtt egy évvel lehet törvényt módosítani. Nem lehet utolsó percen vagy utolsó hónapokban a játékszabályokon módosítani.
valószínűleg nem lesz ebből törvény. Egyrészt szerintem a politikai akarat nincs meg hozzá, nincs meg az a parlamenti többség, amely ezt támogatná. Másrészt pedig ugye időszűkében is vannak a kezdeményezők, hiszen a parlamenti vakáció szeptemberben kezdődik a törvényhozási munka, és ugye ezt december elejéig át kéne vigyék, úgymond a kezdeményezők ahhoz, hogy ez a jövő évi választásokon érvényes legyen, illetve hatályban legyen. Persze az nem igaz, hogyha ezt a jövő évi választásokon nem alkalmazzák, és majd utána valamelyik választáson, de én bízom abban, hogy mégiscsak van egy felelős román politikai elit a nagy kormánypártokban, amely nem dől be az ilyen cseleknek és az ilyen trükköknek. Egyébként abban van valami, hogy akkor miért 7, miért nem 9, miért nem 10, miért nem 15, és hogyha ezt feljebb viszik, akkor bizonyos a liberális párt is erősen el kell gondolkodjon. Tehát kicsit vicces az, hogy egy olyan párt, amely folyamatosan esik közéleménykutatási adatok szerint, folyamatosan esik a népszerűsége, akarja felvinni a választási küszöböt. Köszönöm szépen Túrós úrnak, hogy itt volt velünk a 24 pluszban. Folytatjuk a beszélgetést Csoma Botont képviselő úrral, illetve Patakival itt a stúdióból. Csoma Botont képviselő úrhoz fordulnék, itt ebben a tervezetben az alternatív küszöb kérdése is bekerült, Csoma úr. Ugye ezt is eltörülnék, azt az alternatív küszöböt, amit hát az RMDS vezetett be valamilyen módon a választási törvénybe, ezt mindig egyfajta részmegoldásként tekintettünk rá, hogy ha az 5% nem sikerül, mégis van egy alternatív küszöb. Miért kerülhetett be ön szerint ez az alternatív küszöb is? Ez mit jelez? Azért kerülhetett be, mert ez egy RMDSZ ellenes és magyar ellenes törvénytervezet, és ez az elem is szükséges volt ahhoz, hogy ez teljességében a törvénytervezet magyar ellenes és RMDSZ ellenes legyen. Amúgy ezt az alternatív küszöböt eddig soha nem használtuk. Én ma egy műsorban, egy román műsorban elmondtam, hogy különböző kisebbségeknek, amelyek számbelileg nem közelítik meg a romániai magyarság számát, messziről sem, jár egy hely a képviselőházban, egy mandátum, egy képviselői mandátum kisebbségenként, és akkor hozzátettem azt, hogy ha ez jár, független attól, hogy hány szavazatot kapnak, vagy nem kapnak, akkor miért olyan ördögtől való, hogy egy olyan közösség esetében, amely meghaladja az 1 millió embert, az utolsó népszámlálás szerint is, miért olyan ördögtől való, hogy legyen egy alternatív küszöb? Ha abban az esetben, hogy valamilyen okból kifolyólag az 5%-ot a magyarokat képviselő RMDS nem éri el az 5%-os parlamenti küszöböt. Tehát véleményem szerint teljesen indokolt ebben az esetben. Nem szolgálja a Románia érdekét sem az, hogy képviselet nélkül hagyják a romániai magyarokat, és ilyen szempontból teljesen normális az, hogy létezik egy ilyen alternatív küszöb. Istvánna, folytatnám. Amelyet hangsúlyozom még egyszer, hogy nem használtunk eddig egyszer sem. Igen, igen, csak hogy mindig beszéltünk róla, hogy létezik, és hát most erről is szó van ebben a törvénytervezetben, ennek az eltörléséről. Ugye itt az előzőekben ráerősített mindenki arra, hogy nem hiszik, hogy ez reális lenne, megvalósulhatna. De mégis, hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogy a Nemzeti Liberális Párt egyfajta kommunikációs eszközként, új felületként használja ezt a törvénytervezetet, mit nyerhet ebből? Mit láthatunk, hogy ennyire szükség van a magyar ellenes hangra, hangulatra ahhoz, hogy esetleg növelni tudjanak népszerűségükön? Hát ahhoz, hogy visszaelőzze az AUR-t. Rendkívül egyszerű a képlet. Az AUR, láttuk, hogy néhány nappal ezelőtt itt Marosvásárhelyen is milyen hangulatos, milyen üzenetekkel teletűzdelt felvonulást rendezett. A PNL-e egyszerűen úgy döntött, hogy ezzel a témával próbálja visszaelőzni. Ugye egyes közvéleménykutatások szerint már a
harmadik helyen van a Pinelli. Szerintem milyen egyszerű a kérdés, ez tetszik az auros szavazóknak, hogy végre nem csak hát halljuk, ezt annyiszor hallottuk már ezeket a szlogeneket, hogy ki a kormányból, ki a parlamentből, sőt, ugye akkor a következő lépés az az lett, hogy helyezzén törvényen kívül az RMDSZ, hiszen ilyen felvetések is, is voltak. Körébe ez egy... Hát az auros, az aurtól kell visszahozni elvileg a szavazót, vagy onnan kell nyerni szavazót, hiszen csökken a, hogy mi a liberális szavazó Romániában, ugye azért ezek nem kőbevésett dolgok, tehát azért egyszerűen, tehát könnyen változnak. Másrészt azért én ezt nem, azért nem tekintem drámainak, nem csak azért, mert nem hiszem, hogy ez átmegy a parlamenten, hanem hogy egy kampány részek, benne vagyunk gyakorlatilag kampányban. Az RMDSZ-nek az ilyen jellegű, tényleg magyar ellenes, de nagyon erőteljesen RMDSZ ellenes kijelentések, lépések, akciót jót tehetnek, mobilizálják a magyarokat, akik kicsit beleuntak, kicsit mindig szidják az RMDSZ-t, hogy ennye-bennye, meg elégedetlenek. Hát azért most ez így, hogy akkor most az tényleg, hogy ez így rendben van, hogy ezt megengedheti magának egy román kormánypárt, hogy lazán azt mondja, hogy én akkor megemelek küszöböt csak azért, hogy ne kerüljön be a magyar párt. Tehát tulajdonképpen ez nem ilyen szempontból nem feltétlenül rossz egy kampányban az RMDSZ-nek, erre kell egy stratégiát kidolgozni, és ez így fog kinézni ez a kampány, tehát ismétlem, illúziók ne legyenek. Csoma úrön, hogy látja az RMDSZ szempontjából ezt a megközelítést, hogy lehet akár jól is élni ezzel a labdával, ha fogalmazhatunk így, hogy igen, támadják a szövetséget, és egy kampányidőszakban önmagunk védelmében ez egy jó labda tud lenni? Mielőtt erre válaszolnék, visszatérnek egy kicsit a Nemzeti Liberális Pártra, és szerintem politikai naivitás azt gondolni a liberálisok részéről, hogy azt a térvesztést, az esetleg, amelyet szenvedtek az utóbbi időben, azt látja mindenki, hogy a liberálisok csökkentek a közvéleménykutatásokban. Ha ők azt gondolják, hogy ha egy kicsit úgy ők is elmennek ebbe a sovén irányba, én nem is nevezném ezt nacionalizmusnak, ez már sovinizmus a véleményem szerint, amit mondjuk Kozma liberális képviselő csinál. Ha ők azt gondolják, hogy az AU-tól vissza tudnak hozni szavazókat, szerintem naívak, mert amíg van egy ilyen erőteljesen sovén párt, mint az AU, Románia parlament, de az a réteg, amelynek tetszik ez a közbeszéd, amely az a réteg, amely esetleg ezért megy el szavazni, és ugyanakkor ez egy rendszeres közegben valósul meg a magyar ellenes retorika is, és vannak más elemei is nyilván az AU diskurzusának, nem csak magyar ellenes eleme, azok az AU-ra fognak szavazni. Tehát a liberálisok szerintem ebben mélységesen tévednek, hogyha ők azt gondolják, hogy onnan szavazókat visszatudnak. Nekik a legnagyobb problémájuk az a vélemény szerint, ez nem fog sokat erről beszélni, ez az ő mondjuk, hogy azáltal, hogy a szociáldemokratákkal koalícióra léptek, tulajdonképpen a liberális szavazóbázis egy része elpártól tőlük Orbánikhoz, Orbán Ludovikokhoz, vagy akár az USZR-hez. Ha ők azt gondolják, hogy ezzel a primitív sovén lépésekkel, amelyeket időnként megépnek, vissza tudnak hozni szavazókat, ezt nem gondolom, hogy ez célra vezető lesz. Ami az RMDSZ illeti, hogy mobilizálhatja a választóinkat, ahogy Pataki úr mondotta, ez lehet, hogy igaz, hogyha elemző szemmel nézem. Másrészt viszont én nem örvendek ennek, mert teremt egy nagyon mérgező hangulatot, egy mérgező keretet, ami nem tesz jót a román-magyar együttélésnek, vagy a magyar-román együttélésnek a mobilizáción túl. Tehát nem akarnám teljesen csak pragmatikus szempontból ezt felvezetni. Ha nagyon pragmatikusan, vagy akár cinikusan nézném, akkor ebben a szempontból egyet tudok érteni Pataki úrral, de én úgy érzem, hogy ennek ellenére ez nem tesz jót, mert nekünk nem csak a 2024-re kell gondolnunk, mi amikor a romániai magyar közösséget képviseljük, akkor a jövőbe kell tekintenünk, és meg kell próbálnunk egy olyan környezetet itt teremteni, amelyben az ilyen megnyilvánulások marginálisok lesznek, és a romániai magyarság jól érzi magát itt Romániában, Erdélyben. Én úgy gondolom, hogy ez a mobilizáción túl nekünk erre is kell figyelni, úgyhogy
Én inkább negatív elemként közelíteném meg ezt a kérdést, mert verbális agressziót szül, ezt láthatjuk, hogy nagyon sok durvul a politikai közbeszéd, és azt azért láttuk a történelem során, hogy a verbális agresszió az hová tud vezetni. Szerintem az senkinek nem érdeke az, hogy bizonyos súlyosabb következmények megvalósuljanak. István, igen, hogyha szeretné reagálni, akkor a Csuma úr által elmondottak kapcsán így eszembe jött Krisztián Purvulescu-nak egy mai nyilatkozat, amiben azt mondja, hogy az RMDSZ képviseletének kiszorítása a román törvényhozásból nagyon bonyolultá teszi az etnikai egyenletet, és olyan kockázatokkal is járhat, amelyekkel jelenleg nem tudnak még számolni. Egyfajta veszélyként tekintenek arra, hogyha az RMDSZ kikerül a jelenlegi törvényhozásból, de ezáltal a magyarságra is tesz? Hogy látod, István? Vannak ezek az elemzői vélemények, ezek elhangzottak a kormányfő csere előtt is, tehát pontosan ugyanezek voltak az érvek, hogy az RMDSZ-nek jó ott lenni a kormányban, mert az egyfajta stabilitást jelent a etnikai szempontból is, főleg, hogy a háború van közelünkben, stb. Purvulescu is elmondta akkor ugyanezt a véleményt. Hát nyilván ez egy fokozottabb helyzet lenne, hogyha a parlamentből, sőt, ez egy teljesen más helyzet. Tehát azért ezt lássuk be, hogy itt nagyon határozottan külön kell választani azt, hogy egy párt nem része a koalíciónak, ez a politika legtermészetesebb velejárója, még hogyha ki akarják onnan tenni akkor is. Az egy teljesen más helyzet, hogy tudatosan azért emelek fel parlamenti küszöböt, hogy egy bizonyos pártot kiszorítsak, legyen az RMDSZ. Itt ebben a kérdésben egyértelmű, hogy az RMDSZ-ről van elsősorban szó, ugyan Ussereit is emlegetik, de azért az alternatív küszöb eltörlésének a terve a leginkább bizonyíték arra, hogy itt az RMDSZ-ről van szó. Ez nem demokratikus lépés, tehát itt demokrácia kérdés van, azon túl, hogy soviniszta kampány nyilván, stb. De ez demokrácia kérdés, úgyhogy ilyen szempontból Purvulescu-nak igaza van, ő erről is beszélt abban az interjúban. Igen, egyébként az etnikai egyensúly, az etnikai egyenleg, ahogy ő fogalmazott, igen, ebben a kérdésben is igaza lehet. Tehát sokkal kevésbé... De mi az a kockázat, amitől tartani kell egy többségi... Ha nincs egy stabil képviselet a parlamentben, amely azért valamiféle irányt tud adni a politikai képviseletnek, a politikai diskurzusoknak, a politikai tematizálásnak, akkor olyan parlamentén kívüli más tényezők tudnak tematizálni, amely nyilván sok kérdőjelt fölvethet a továbbiakban. Tehát ilyen szempontból nyilván, hogy az RMDSZ egy kiszámítható politikai erő, immár 30 éve a román parlamentben. Csoma Őrön, hogy látja ezt a kockázat kérdését? Mégis mi lehet az a kockázat? Azaz, ha a magyar érdekvédelem nincs a parlamentben, akkor mi milyen kockázatot jelentünk, és kinek? Önmagában nagyon sokszor, főleg a hírszerzés meg a román állam más struktúrái, ezt láttuk, és ez nem egy titok. Sokszor az erdély magyarságot nemzetbiztonsági kockázatként kezelik. Nem hiszem, hogy újdonságot mondanék ezzel sem önöknek, sem a nézőknek. És én Purvulescu úr kijelentéseit is ebben a regiszterben értelmezném. Elemzőként ő is véleményem szerint, ha nagyon elegánsan akarnék fogalmazni, akkor Purvulescu úr attól tart, hogyha mondjuk a romániai magyarság parlamenti képviselet nélkül marad, akkor olyan centrifugális erők léphetnek fel, amelyek esetleg fokozhatják a nemzetbiztonsági kockázatot. Egyértelműen szerintem erről van szó, erről lehet vitatkozni érvekkel, ellenérvekkel. Én annyit mondanék ebben a kérdésben, hogy véleményem szerint a román demokrácia egészsége szempontjából, a pluralizmus szempontjából és az etnikai egyensúly szempontjából szerintem a román többségnek is az az érdeke, hogy a romániai magyarságnak képviselete legyen a parlamentben, és az RMDSZ ott legyen a parlamentben.
Uraim, még egy fontos része van, nem ennek a tervezetnek, hanem annak a választási évre való felkészülésnek, amiben már benne vagyunk. A választási turizmus felszámolását célzó törvényt fogadott el, most már mondhatom azt, hogy törvényt a képviselőház, hiszen döntőházként fogadták el. Ugye az állt a tervezetben, és az áll a mostani jogszabályban, hogy a választások időpontja előtt legkevesebb 6 hónappal az ideiglenes tartózkodási lakhelyet igénylő szavazhat ott, ahová szól az ideiglenes tartózkodási lakhelye, különben úgymond az állandó lakhelyén, a lakhelye címe alapján kell szavaznia. Fel lehet ma függeszteni, fel lehet ma számolni Romániában önök szerint ezt a jelenséget, amit választási turizmusnak hívunk? István. Jó kérdés, tehát azt gondolom, hogy itt nyilván van egyfajta jó szándék, ebben a kezdeményezésben. Nem tudok én arra egyértelműen válaszolni, hogy van-e olyan, hogy mondjam, fantázia, dús, stratégák vannak-e a pártokban, akik ennek ellenére meg tudják azt szervezni, hogy jól jönnek ki a végén a dolgok. Megtalálják Romániában igen, megtalálják a módját, megtalálják a kiskapukat, de a kezdeményezés jó. Csuma úr, ön szerint a választási turizmus jelenségéről, ennek megszüntetéséről igazából beszélhetünk-e a jövőben? Tudni kell, hogy a törvénytervezetből azért is lett törvény, mert a Velencei Bizottság egy véleményében kifejezte az aggodalmát a választási turizmussal kapcsolatosan, és azt mondták alanyjal, állítmánnyal, hogy torzít ez a választási turizmus, torzítja a választási eredményeket, nem egészséges dolog egy demokratikus társadalomban, és azért született meg ez a törvénytervezet, hogy ez mennyire a gyakorlati hatása, ez egy jó kérdés, mert ugyanakkor az is biztos, hogyha valaki nem ideiglenes lakcímet akar mondjuk bejelenteni, hanem személyigazolványt szeretne egy településen csináltatni magának, ezt nagyon hamar el lehet intézni most már. Tehát nem tudom, hogy ilyen szempontból ez mennyire fogja meggátolni a választási turizmust. Azt is elmondanám, hogy komoly vita volt, parázs vita volt a parlamentben a törvénytervezetben, mert egyesek azt mondták, hogy tulajdonképpen a diákokat akarják meggátolni, hogy az egyetemi központokban szavazzanak, és hogy haza akarják őket küldeni szavazni, mert attól félnének egyesek, mondták mások, hogy nem azokra a pártokra szavaznak a diákok, amelyekre a kezdeményezők, tehát a törvény kezdeményezői szeretnék, hogy bizonyos pártokra szavazzanak, és a diákok más pártokra szavaznának. Szerintem ez utasság, dőresség, mert 6 hónap bárkinek az ideiglenes lakcímet is, ugye egy diáknak most már nem olyan bonyolult procedurális szempontból egy ilyen ideiglenes lakcímet bevezetni, tehát ez a veszély nem áll fenn, hogy a diákokat nem akarják tulajdonképpen szavazni, engedni az egyetemi központokban. Hogy mennyire fogja ezt, hogy a választási turizmus mennyire fogja meggátolni, őszintén nem tudnám ennek ebben a pillanatban megmondani, de a szándék az jó. Ez jó a szándék itt, ahogy előzőekben is elhangzott. Egy percünk van még, de kíváncsi vagyok igen nemmel a véleményükre, hogy ugye jövő áprilisban európai parlamenti választásokkal kezdünk, már elkezdődött, ahogyan itt István is mondta meg, politikus urak is, hogy a kampányban vagyunk. Sok hasonló magyar ellenes helyzetre számíthatunk a következő időszakban áprilisig. István, kezdjük veled. Hát, hogyha az a válasz lehetőség, hogy igen van, nem egyértelműen igen. Tehát erre készülnünk kell. Csuma úr, ön mire számít? Sajnos nekem is ugyanaz a véleményem, mint Pataki úrnak. Ismerve, a tapasztalatom indulok ki. Máskor is így volt, de most, hogy van egy sovén játékos a porondon, az A úr, aki bizonyítani akar majd az Európa Parlamenti választásokon, el akarja írni, hogy legalább Románia második pártja legyen, fokozni fogja hangulatot szerintem ilyen irányban. Köszönöm szépen, uraim, hogy beszélgethettünk itt a 24 pluszban, és velünk voltak ma este itt élőben, illetve az interneten keresztül. Köszönöm. Köszönöm a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak ma is, és hát ebben a teljes évadban, most ugyanis egy nyári szünet következik itt a 24 plusz kiadásai sorában is, legközelebb szeptembertől várjuk önöket itt az Erdélyi Magyar Televízióban.
minden hétköznap este 8 órától majd tehát szeptemberben, de addig is kövessék az Erdélyi Magyar Televízió műsorait, tartsanak velünk. További szép estét, a viszontlátásra!